Az országnak működnie kell, és közben fegyelmezetten kell védekezni, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Ismét megdőlt itthon a napi új koronavírus fertőzöttek rekordja. Egy nap alatt 941 új beteget regisztráltak, 6-an meghaltak. Világszerte már a 30 milliót is meghaladta a fertőzöttek száma. Lesbos szigetén a migránsok között terjed a vírus. Villámáradásokat okozott a Sally vihar Amerikában. Jelenleg Dél-Karolina környékén van ítéletidő. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Józsa Anett vagyok. Az országnak működnie kell úgy, hogy közben fegyelmezetten a szabályokat betartva védekezik a koronavírus járvánnyal szemben. Erről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Viktor azt mondta, van egy haditervszerű intézkedési terv, hogyha nő a koronavírusos megbetegedések száma, akkor a jelenleg rendelkezésre álló 10 000 kórházi ágyat lehet tovább bővíteni 20 000-rel. A kormányfő úgy fogalmazott, a gazdasági operatív törzs holnap tárgyal a december végén lejáró hitelmoratórium esetleges meghosszabbításáról. Orbán Viktor a baloldalt arra kérte, hogy ha már a védekezésben most sem lehet rájuk számítani, legalább a járványügyi szakembereket ne támadják hátba, mert azzal az országot támadják meg. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe indult kora reggel Orbán Viktor. Terült ki a miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videóból. Menjünk a Covid-ra akkor. Csütörtökön ugyanis a baloldali sajtóban elterjedt az az állítás, hogy nincs elég kapacitás a Korányi Kórházban. Ezért a kormányfő úgy döntött, személyesen néz körül az intézményben. Orbán Viktor az ügyeletes orvossal beszélgetett a betegellátásról, és hogy van-e elég lélegeztetőgép. Most van, tapasztalom, hogy van, igen, van elég. Az orvos azt mondta, szerinte most több beteg lesz, mint tavasszal, mert az emberek nem tartják be a szabályokat. Az országnak működnie kell, csak úgy kell működnie, hogy közben fegyelmezetten a szabályokat betartva védekezik. Orbán Viktor a kórházból a Kossuth Rádióba érkezett, ahol azt mondta, a kormánynak egy haditervszerű intézkedési terve van arra, hogyha nő a koronavírusos megbetegedések száma, és nő az igény a kórházi ellátásra, akkor hogyan alkalmazkodik ehhez az egészségügy? Ha hirtelen kellene a ma reggeli órákban sok embert ellátni, akkor 10 000 olyan ágyunk van, ahol el tudnánk látni koronavírus beteget. És hogyha ez a szám nem lesz elegendő, vagy ez a mennyiség nem lesz elegendő, akkor jön a következő 10 000. És még van egy harmadik 10 000-es kontingens is. Tehát nem loptuk mi a napot március óta, sem az egészségügyben dolgozók, sem az egészségügyet irányítók, sem a kormány. Fölkészítettük az egészségügyet a második hullámra. Miután az egészségügyet felkészítették a járvány második hullámára, folytatta a kormányfő, a védekezés is más lesz, mint tavasszal volt. Így most nem azt kérik az emberektől, hogy maradjanak otthon, hanem azt, hogy tartsák be a kézmosási, maszk használati és távolságtartási szabályokat. Hát az a kamu videó utáni kamu hír, hogy elfogynak a kórházak, hogy nincs elég ember, meg lélegeztetők, ennek semmi köze, ez mind hazugság és támadás, hátba támadják a védekezőt. A baloldalt arra kérte a miniszterelnök, hogy ha már most sem lehet rájuk számítani a védekezésben, akkor legalább a járványügyi szakembereket ne támadják, mert az országot támadják meg ezzel. A járvány második hullámáról szólva a kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy az ősz a védekezésről szól majd. A napi megbetegedések száma pedig várhatóan meg fogja haladni az 1000-et. Az iskolai testhőmérsékletmérésről elmondta, az eszközöket megrendelték. Október 1-től mindenhol lesz elegendő lázmérő. Jelezte, az alsó tagozatosok szülei a hőmérőzés helyszínére bekísérhetik a gyermeküket, és ha kiderül, hogy baj van, haza tudják vinni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a gazdasági operatív törzs szombaton tárgyal a december végén lejáró hitelmoratórium esetleges meghosszabbításáról. Kiemelte, a kölcsönt felvett cégek 2/3 és a magánszemélyek fele 2/3 élt ezzel a lehetőséggel. Aki most úgy gondolta, hogy nem tud törleszteni, vagy nem akar, az ezt elhalaszthatta úgy, hogy január 1-e után sem emelkedik a törlesztő részlet, és összességében nem nő a terhe. De mindjárt itt van január 1-e, mi lesz utána?
Erről kell nekünk most döntést hozni, hogy folytatódjon-e, illetve mely részeiben folytatódjék a hitelmoratórium. A gazdasági adatokról szólva kiemelte, míg januárban 4 millió 458 ezeren dolgoztak az országban, addig augusztusban ez a szám 4 millió 513 ezer volt. Az áprilisi mélyponthoz képest pedig augusztusban 144 ezerrel többen dolgoztak, így ismét munkaerőhiányra kell felkészülni. A miniszterelnök arra számít, hogy a belföldi vidéki turizmus jövőre is szárnyalni fog. A külföldiekre alapozott budapesti turizmusnak viszont 2021-ben is nehéz éve lesz. Orbán Viktor ezért arra bíztatta az érintetteket, köztük az önkormányzatot, hogy váltsanak üzleti modellt. Különben a szektorban dolgozó budapestieknek nem lesz munkahelyük ebben az ágazatban. Újabb negatív rekord dőlt meg itthon. Egy nap alatt 941 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak, eddig még soha nem regisztráltak ennyi új beteget 24 óra leforgása alatt. Az aktív fertőzöttek száma ezzel meghaladja 11 ezret, 6 idős, krónikus beteg pedig életét vesztette. Közben a kontaktkutatás továbbra is folyamatos, amely szigorú eljárásrend alapján történik. Meredeken emelkedik a járványgörbe itthon, naponta több száz új fertőzöttet azonosítanak. Az elmúlt 24 óra ismét negatív rekordot hozott. 941 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az aktív fertőzöttek száma már meghaladja a 11 ezret. Elhunyt 6 idős, krónikus beteg, így a járvány miatt már 669-en vesztették életüket. Jelenleg 374 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 29-en vannak lélegeztetőgépen. A kontaktkutatás folyamatos, a megyei és kerületi járási hivatalok végzik. A megnövekedett esetszám miatt azonban nincs könnyű dolguk a járványügyi szakembereknek, akik megállás nélkül dolgoznak. Szigorú eljárásrendet kell követniük. Először részletesen kikérdezik a fertőzöttet, hogy a tüneteket megelőző két napban merre járt és kivel találkozott. Ez alapján az érintett személyről eldöntik, hogy elkaphatta-e a vírust. Alacsony kockázatnak tekintik, ha valaki a beteggel akkor találkozott, amikor még tünetmentes volt, ha 15 percnél kevesebb időt töltött vele, vagy 2 méteres távolságon kívül tartózkodtak egymástól, még akkor is, ha ez zárt térben történt. Rendkívül kicsi ilyenkor a fertőzés veszély, ezért nincs szükség semmilyen intézkedésre, az illető folytathatja a megszokott életét. Magas kockázathoz szoros kapcsolat kell, ide sorolják az egyháztartásban élőket, azokat, akik közvetlen fizikai kapcsolatba kerültek a fertőzöttel, például megölelték, akik 2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb időt töltöttek vele, vagy repülőgépen 2 ülésnyire voltak tőle. Magas kockázatú az az egészségügyi dolgozó is, aki védőeszköz nélkül látott el fertőzöttet. A szoros kontaktnak minősített személy 14 napra otthonában elkülönítésre kerül járványügyi megfigyelésre. Szoros kontakt esetén 2 hét hatósági házi karantént kell elrendelni, közölte a Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetője. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, ezt ki lehet váltani 2 negatív teszttel, ilyenkor az első mintavételt a megfigyelés utáni 4. napon kell elvégezni. Ez egy olyan járványügyi intézkedés, ami valóban arra szolgál, hogy a fertőzési láncokat megszakítsuk, elkülönítsük azokat a személyeket, akik expozíciónak voltak kitéve, tehát egy fertőzött személlyel találkoztak, feltehetően fertőződtek, és lappangási időszakban vannak. Ugye ez a 14 nap azért lett 14 napra meghatározva, mert ez a maximális időtartama a tudomány mai állása szerint a fertőzésnek, és ez az az idő, ami idő alatt a leggyakrabban jelentkeznek a tünetek. A romló járványügyi helyzet miatt a héten újabb szigorításokról döntött a kormány. Többek között kötelező lesz az üzletek és a tömegközlekedési járművek mellett a mozikban, a színházakban és az ügyfélfogadási irodákban is a maszk használata. A kormányzati tájékoztatási központ szóvivője az M1-en arról beszélt, az ország működése mellett az emberek egészségének megőrzése a cél. A kereskedelmi célú helységekben a kereskedelmi hatóság lesz az ellenőrző szerv, a egyéb esetekben pedig a kormányhivatal, a betartatást magát pedig a rendőrség fogja védeni. Ugye a cél azért nem a büntetés, hanem sokkal inkább az, hogy az emberek megértsék, hogy saját érdekünk az, hogy ezeket a szabályokat betartsuk.
A kormány arról is döntött, hogy marad a telefonos gyógyszerfelírás, ez sok százezer embernek nyújt kényelmes és biztonságos lehetőséget. A betegek és idősek védelmében pedig a kórházakban és szociális intézményekben továbbra is fenntartják a teljes körű látogatási tilalmat. A világban már 30 millió fölött van a koronavírussal fertőzöttek száma. Európában hetek óta egyre több új esetet regisztrálnak, ezért újabb és újabb szigorítások lépnek életbe. Észak-Anglia több megyéjében például mától tilos vegyülniük a nem egy háztartásban élőknek, bel- és kültéren egyaránt. Francia egyetemisták ugyanakkor az ellen tiltakoznak, hogy a nagy előadó termekben lehetetlen betartani a kötelező távolságtartást. Egy nő a családja körében ünnepli a születésnapját. Nem marad el a torta, az ajándék és a rengeteg ölelés sem. Így kezdődik a francia kormány ismeretterjesztő filmje a koronavírus fertőzésről. A folytatás viszont már távolról sem ilyen vidám. Az ünnepelt hölgyet a szerettei megfertőzik, ezért az intenzív osztályon lélegeztetőgépre kerül. A francia egészségügyi miniszter szerint a járvány felgyorsulását a baráti és családi összejövetelek idézték elő. Az adatok vitathatatlanul alátámasztják azt, amit tapasztalunk. A családtagok, barátok, ismerősök találkozásai a fertőzés legfőbb forrása. Ezekben az esetekben a biztonsági óvintézkedések, a reflexzerű védekezés lenne az egyetlen módja, hogy elkerüljük a találkozást a vírussal, mondta a tárca vezető. Eközben egyre több francia egyetemen tiltakoznak amiatt, hogy az intézményekben lehetetlen betartani a járványügyi előírásokat. Így néz ki a Sorbonne egyik előadó terme. Zsúfolásig megtelt hallgatókkal, de nagy a tömeg a folyosókon is. Az előadó termek teljesen megtelnek, még a lépcsőkön is ülnek diákok. Még ha igyekszünk is távolságot tartani, ezt lehetetlen megoldani, mondta egy hallgató. Franciaországban az elmúlt napokban napi 10 000 új fertőzést regisztráltak. Ilyen sok eset nem volt a tavaszi első hullám során egyszer sem. Péntektől több észak-kelet-angliai nagyvárosban és megyében korlátozások léptek életbe a koronavírus fertőzöttek számának emelkedése miatt. Az ott élőknek zárt térben és közterületen is tilos találkozniuk olyanokkal, akikkel nem egy háztartásban élnek. Az éttermekben és pubokban csak asztali rendelés, felvétel és felszolgálás lehetséges. Este 10-kor be kell zárniuk, és másnap reggel 5 óra előtt nem nyithatnak ki. Jó ötletnek tartom a pubok nyitva tartásának korlátozását, így elkerülhető, hogy sok ember gyűjjön össze, mondta egy nő. A korlátozó rendelkezések több mint 2 millió embert érintenek. Terjed a vírus a görögországi Lesboszon is, azok között a migránsok között, akik a Mória táborban éltek. A befogadó központ leégése után a görög hatóságok új tábort építettek, oda viszont már csak orvosi ellenőrzés után költözhettek be az illegális bevándorlók. 5 000 migráns költözhetett be az új táborba. Mindenkit leteszteltünk, és 135 fertőzöttet találtunk. Őket a többiektől elkülönítettük, és megfelelő kezelést kapnak, mondta a miniszter. Görögországban augusztus közepe óta meredeken emelkedik a fertőzések száma. Naponta több mint 300 új esetet regisztrálnak. Orvosok és más egészségügyi dolgozók tüntettek Tel Avivban a kormány döntése ellen, amely szerint péntek délutántól egész Izraelben országos zárlat lép érvénybe, amely 3 hétig tart. Orvosok vagyunk, kutatók, és arról szeretnénk meggyőzni a politikusokat, hogy a zárlat felesleges és pusztító hatású, több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz. Az emberek a bezártság miatt fognak meghalni. A karantén nem állítja meg a fertőzést, állította az egyik szervező. A 3 hetes időszakban az országban mindenki csak 500 méterre hagyhatja el az otthonát. Zárva tart minden oktatási és szabadidős intézmény, és csak az élelmiszerboltok, valamint a gyógyszertárak vannak nyitva. Zárt térben 10, kültéren 20 ember tartózkodhat egyszerre. Az országban először március közepén hirdettek vesztegzárat, amelyet májusban oldottak fel. Az új intézkedésekre azért van szükség, mert Izraelben naponta 5 000 körül alakul az új fertőzöttek száma.
Az Európai Parlament Lengyelországot elítélő határozatának nincsen ténybeli alapja, közölte Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő azt írta, Magyarország egyértelműen és szilárdan kiáll Lengyelország mellett. Orbán Viktor úgy fogalmaz, a lengyel jogállamiság az európai sztenderdeknek maradéktalanul megfelel. Az ezzel ellentétes megállapításoknak, így az Európai Parlament csütörtöki határozatának pedig nincs semmilyen ténybeli alapja. A kormányfő hozzáteszi, Lengyelország elítélése egy politikai állásfoglalás, az európai liberálisok újabb támadása a keresztény konzervatív Lengyelország ellen. Tizennégy éve került nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc összödi beszéde. A hanganyagot 2006. májusában az MSZP választási győzelme után egy zárt frakcióülésen titokban rögzítették. Ezen az akkori miniszterelnök egyebek mellett azt mondta, hogy hazugsággal nyertek és becsapták a választókat. Még aznap Gyurcsány Ferenc lemondását követelő tüntetések kezdődtek. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, nehéz pillanat volt, de az volt az álláspontja, hogy alkotmányon kívüli eszközökkel nem lehet élni. Azok ugyanis válságspirálba sodorták volna az országot. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkuk. Nem kicsit, nagyon. A rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai válságát robbantotta ki az a titkos hangfelvétel, amelynek részletei először 14 évvel ezelőtt, szeptember 17-én járták be a sajtót. A kiszivárgott felvételen Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök a szocialisták balatonöszödi zárt frakcióülésén elmondott titkos beszéde hallható. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. A 25 perces hanganyagon a volt kormányfő arról beszél, hogy az MSZP és a liberálisok hazugsággal nyertek választást, közös kormányzásukkal pedig az államcsőd közelébe sodorták Magyarországot. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. A beszéd kiszivárgásának napján a Kossuth tér alig néhány óra alatt telt meg a Gyurcsány Ferenc távozását követelő tüntetőkkel. A volt miniszterelnök azonban a mindennapossá váló demonstrációk ellenére sem mondott le. A tüntetéseknek végül brutális rendőri fellépéssel vetettek véget. Nagyon vigyázzanak magukra és egymásra, ünnepeljen békével. Október 23-án a demonstrálókat maszkos és azonosító szám nélküli egyenruhások a Fidesz nagygyűléséről hazafelé induló ünneplőkre szorították. A rendőrök ezután lovasrohamot indítottak, a beszorult emberekre pedig válogatás nélkül közvetlen közelről lőtték a könnygázgránátokat és a gumilövedékeket. És a helyzet nehéz volt abból a szempontból is, hogy mindenki azt várta, hogy van az országnak ellenzéke, annak van vezetője, speciál akkor én voltam, hogy álljon az elégedetlenség élére. És ezt azonnal orvosoljuk, ezt a szégyent, mert ez így nem maradhat. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban felidézte, bár az elégedetlenség óriási volt, az összödi beszéd kiszivárgásával kapcsolatban az volt az álláspontja, hogy Gyurcsány Ferenc és kormánya ellen csak alkotmányos eszközökkel lehet fellépni. Az alkotmányon kívüli lépések ugyanis válságspirálba sodorták volna az országot. És az ugyan politikai ügynek tűnik, de nem, ez a ti életetekről fog szólni, mert nem lesz egy gazdaságpolitika, ami kiszámítható legyen. Nem lesz egy családpolitika, ami éveken keresztül fönntartható, mert a programok és a politikák a kormányokra együtt fognak megbukni, és az ország belekerül egy ördögi körbe. És ezt ne tegyük. És akkor azt mondta, hogy a kormányt alkotmányos eszközökkel kell megdönteni. És azt mondták, hogy na jó, de akkor tessék megdönteni. És erre mondtam azt, hogy egyszer kell nyerni, de akkor nagyon, és ezt elrendezzük. És 2010-ben így kaptunk 2/3. Szerencsét tudtam tartani a szavamat. A 2006-os rendőri erőszakkal kapcsolatban a kormányfő a miniszterelnökséget vezető miniszter szavaira emlékeztetett, miszerint a most tüntető fiatalok számára szerencse, hogy nem Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök, és nem baloldali kormány van hatalomban. Ha ugyanis így lenne, akkor kardlapot kapnának, és kilőnék a szemüket.
A gazdaság érdekében most az a legfontosabb, hogy a működőképesség fenntartása mellett a legtöbb ágazatban megtörténhessen az újraindulás. Erről beszélt a pénzügyminiszter az Integrál Baromfi Feldolgozó új vágóüzemének átadásán Kiskunfélegyházán. A mintegy 1,4 milliárd forintos beruházást a kormány több mint 500 millió forinttal támogatta. Varga Mihály azt mondta, a kormány a gazdaság újraindulásán dolgozik, ehhez azonban az alkalmazkodó képesség mellett az is szükséges, hogy a magyar cégek folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat nyújtsanak, és minőségi termékeket tudjanak előállítani. Nem az a megoldás, hogy hátradőlünk a székbe és megvárjuk a járványnak a végét, hanem ehhez sajnos dolgozni kell. Erős hazai élelmiszeriparra van szükségünk, mert csak így biztosítható az ország folyamatos élelmiszer ellátása, és így biztosítható az a ellátásbiztonság, aminek akkor is meg kell történnie, hogyha a határokat minden ország tekintetében majd lezárják. Átadták a Budapest és Szentendre közötti új kerékpárutat. A Budakalász érintésével a Duna jobb partján az Euróveló nemzetközi kerékpárút hálózat részeként épült csaknem 6 kilométeres szakasz, a Lupató mellett is elhalad. Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára azt mondta, az utóbbi 10 évben mintegy 1300 kilométernyi kerékpárút épült az országban. Hozzátette, a kormány célja, hogy 2030-ra 15 ezer kilométeresre bővüljön a hazai kerékpáros úthálózat. A 2014-2020 közötti uniós fejlesztési időszak is tartogat még bőven eredményeket, hiszen 200 milliárd forintból valósulnak meg országszerte ebben a ciklusban kerékpáros fejlesztések. És a tervünk az, hogy a meglévő hálózat bővítésével belátható időn belül 6000 kilométernyi önálló kerékpáros létesítmény álljon rendelkezésre az országban, és 2030-ra 15 ezer kilométeresre bővüljön a teljes hálózat. Egészen különleges labort adtak át Veszprémben a Pannon Egyetemen. Olyan kamera működik a teremben, amelyik az emberek szemmozgását figyeli, így fontos információkat kaphatnak arról, hogy mit szól egy vevő egy újfajta termékhez, ami a kezébe kerül. A herendi porcelán és a szemfigyelő rendszer segítségével tesztelheti az újdonságait. A szemkamera ugye úgy funkcionál, hogy azt a képet, amit aki fönt van és látja, ő neki figyeli a szemét is egy belső kamerával. Ezekkel a szemüvegekkel figyelik a szemmozgást a Pannon Egyetem legújabb laboratóriumában. Tudjuk rögzíteni vele azt a képet, amit az egyén lát, illetve láthatjuk az ő szemmozgását, reakcióit, hogy hogyan és miként reagál, és egy program segítségével azt is meg tudjuk mondani, hogy ő azon a képen, amit ő látott, azon ő mit nézett. A berendezés főként marketing kutatásokban segít, használatával a kutatók felmérhetik, mi az, amit először megnézünk egy weboldalon vagy egy termék csomagolásán. A legmodernebb kép és hangrendszerrel figyelik meg a vásárlói reakciókat, vagy például azt, hogy egy termék bemutatásakor milyen testhelyzetet vesznek fel a kutatásokban résztvevők. Lehetséges, hogy valaki azzal jön ide, hogy neki van egy nagyon jó ötlete, hogy milyen filmet szeretne csinálni, és nézzük meg, és teszteltessük le ezt mondjuk az ő célcsoportjával, mondjuk a kisgyerekes anyukákkal. És akkor mi behívunk 8-10 kisgyerekes anyukát, megmutatjuk nekik, és ők elmondják, hogy mi az, amit ők ebből láttak. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke szerint az egyetemek hálózata az az erős szereplő, ami segít a cégeknek a kutatásfejlesztésben. A Pannon Egyetem kiemelkedik ilyen szempontból, hiszen nagyon régóta szolgálja ki a gazdasági környezetét, de most tényleg olyan területen is tovább lép, amiben eddig esetleg nem volt markánsan jelen. Most éppen a gazdaságtudomány területén a marketing oldalt szeretné erősíteni a mostani fejlesztésével. A különleges laboratóriumot több mint 56 millió forintos állami és uniós támogatásból alakította ki a Pannon Egyetem. A szociális intézmények felkészültek a koronavírus járvány második hullámára, felhalmozott egészségügyi készleteik legalább 3-4 hétre elegendők, erről beszélt a szociális ügyekért felelős államtitkár az M1-en. Fülöp Attila emlékeztetett, már elrendelték az intézmény elhagyási és látogatási tilalmat, és a védőeszközök is rendelkezésre állnak, mivel minden fenntartó kapott az országban elegendő mennyiséget a központi tartalékból.
a második hullámra úgy tudunk rámenni az intézményekkel együtt, hogy megvannak azok a komoly és szigorú határozatok, amelyek kijöttek. Gondoljunk itt arra, hogy az intézmény elhagyási tilalom, a látogatási tilalom az ismét bevezetésre került, úgy, ahogy ez megtörtént egyébként a tavaszi időszakban is. Ráadásul a védőeszközök tekintetében, miután tavasz óta folyamatosan fenntartótól függetlenül, tehát állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek is kapnak a központi tartalékból, ezért most úgy látjuk, hogy van egy olyan felhalmozott készlet, ami azért most elég lesz 3-4 hétre legalább innentől kezdve. Azok a fejlesztések, amelyek a Rába vidéken a magyar kormány támogatásával megvalósulnak, a Magyarországon élő szlovén nemzetiség megmaradását, valamint identitásának és kultúrájának megőrzését segítik. Erről beszélt az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a Vas megyei Apát István falván. Soltész Miklós kiemelte, a koronavírus járvány ellenére is folytatódtak a már megkezdett fejlesztések, például a helyi iskola tornatermének bővítése, amelyet 40 millió forinttal támogat a kormány. Kimondottan közösségi célú területeknek a megújítását 160 millió forintból fogjuk támogatni. Orfalu, Szakonyfalu, Alsószölnök és Kétvölgy településeken. Különböző beruházások lesznek, de mind-mind a közösséget, mind-mind a szlovén közösséget, mind-mind a megmaradást és a nyelvnek az erősítését fogják szolgálni. Gyalogos zarándoklatot tartanak Balaton-Almádi és Sümeg között. A táv 86 kilométer, amelyet a résztvevők 3 nap alatt tesznek meg. Idén 40 fő vesz részt a túrán. Balaton-Almádiból a Szent Imre plébánia elől indultak a zarándokok, akik vasárnapra érkeznek majd Sümegre a főbúcsú nagymiséjére. Úgy érzem, hogy van egy nagy éhség, spirituális éhség. Egy ilyen a lelki és testi és fizikai megújulásra való vágy, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, ami éppen vagyunk, és változtatni kéne, és változtatáshoz idő kell végiggondolni dolgokat, és az arándoklás erre nagyon alkalmas. Lecsapott a Nool trópusi vihar Vietnám középső részére, legkevesebb egy halálos áldozata van a katasztrófának. Az erős szél házakat rongált meg súlyosan, és fákat csavart ki tövestül. Az Egyesült Államok déli részén továbbra is a Sally okoz súlyos gondokat. Alabama és Florida után most Dél- és Észak-Karolinában, valamint Georgiában okozott villámáradásokat. Egy térfigyelő kamera rögzítette, ahogyan a viharban egy fa és egy villanyoszlop dőlt rá egy motorosra egy vietnámi városban. Azt egyelőre nem tudni, hogy a motoros túlélte a szerencsétlenséget, de a hatóságok szerint legkevesebb egy halálos áldozata van a Nool trópusi viharnak, amely az ország középső részén tombol, és eddig több száz házat rongált meg. Vietnámban több tucatnyi repülőjáratot töröltek. Szakemberek villámáradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetik a lakókat. Egyes helyek akár 450 milliméternyi eső is hullhat. Magyarországon átlagosan egy év alatt esik ennyi csapadék. Az Egyesült Államok déli részén továbbra is a Sally okoz súlyos gondokat. Bár az elmúlt órákban sokat gyengült a vihar, és már trópusi depresszióként vonul tovább észak felé, a meteorológusok szerint Virginiában, Georgiában, valamint Észak- és Dél-Karolinában is lehet még tornádókra számítani. Egyes területeken pedig akár 250 milliméternyi eső is hullhat néhány óra alatt. Magyarországon átlagosan fél év alatt esik ennyi. A Sally 2-es kategóriájú hurrikánként csapott le Alabamára még szerdán. A déli államban óriási pusztítást hagyott maga után. Sok helyen derékig érő víz hömpölygött az utcákon. A 170 km/órás szél épületeket és autókat rongált meg súlyosan. Legkevesebb egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. A vihar utolsó 2-3 órájában már nagyon aggódtam, amikor láttam, hogy olyan dolgok repülnek mindenfelé, amelyeknek nem lenne szabad, mondta egy alabamai férfi. Floridában is nagy károkat okozott a Sally. Volt, ahol 4 óra alatt annyi eső hullott, mint máskor 4 hónap alatt. Ebbe a cantonmenti otthonba is betört a víz, több mint 1 méter magasan állt a házban. A tulajdonos idős házaspár a padlásra menekült az áradat elől.
Rettenetesen féltünk. Jack azt mondta, hogy menjek a padlásra és maradjak ott. Én pedig azt válaszoltam, hogy nem akarok a padláson meghalni, mire ő úgy felelt, hogy nem fogunk meghalni, minden rendben lesz. És igaza lett, mondta az egyik túlélő. Sok helyen már elkezdték a takarítási munkákat és a károk felmérését. Valaki döbbenten tapasztalta, hogy mekkora ereje volt a viharnak. Hallgattuk a híradásokat, így számítottunk a hurrikánra, de arra nem, hogy ennyire közvetlenül érint majd bennünket. Azt gondoltuk, ha újra viszont látjuk a házat, egyben lesz majd, de nem ez a helyzet, mondta egy floridai tulajdonos. A meteorológusok szerint a környéken élők még nem nyugodhatnak meg. Az Atlanti-óceán felől ugyanis újabb 4 trópusi ciklon közelít az amerikai partok felé. Parmezán sajtot is elfogad hitelfedezetként egy helyi bank Észak-Olaszországban. Az üzlettel nem csak Emilia-Románia régió sajttermelői járnak jól, akik a sajtok királyaként is emlegetett parmezánt állítják elő. A világ egyik leghíresebb és legdrágább sajtja a hitelezőknek is biztos fedezetet nyújt. Ebben az észak-olaszországi bankfiókban újabb hitelfedezeti szerződéseket adminisztrálnak a pénzintézet munkatársai. A hitelek fedezeteként azonban nem csak aranyat vagy ékszereket tárolnak a bank páncéltermeiben, hanem az Emilia-Romagna régió egyik legfontosabb értékének számító Parmigiano-Reggianót, azaz parmezán sajtot is. A bank a helyi sajttermelőktől lényegében nem csak hogy elfogadja fedezetként a sajtot, de egyben magára is vállalja a termelők egyik legköltségesebb feladatát, tárolja, érleli és szakértők segítségével felügyeli a 30-40 kilós sajtokat egészen a hitel lejáratáig, és mindez tökéletes körülmények között. Tároláskor a hőmérséklet nem haladhatja meg a 20 Celsius fokot, de sokkal hidegebb sem lehet, 70-80% körüli páratartalom kell ahhoz, hogy a parmezán levegőzni tudjon, és megszabaduljon a zsírtól, magyarázta a sajtmester. Amennyiben a sajttermelő nem tudja visszafizetni a hitelt, a bank eladhatja a sajtot. Közben a pénzintézet sem jár rosszul, a sajt elegendő biztosítékot jelent a hitelező számára. A parmezán igazi értéke ugyanis a hosszas érlelési folyamatban rejlik. Általában 1 és 3 év között érlelődik, mielőtt eléri a boltok polcait, de ez minél tovább tart, annál jobb és értékesebb lesz a sajt. Egy 30-40 kilós korong értéke 150 és 400 euró között mozog, attól függően, hogy mennyi ideig érlelődött. Az itt lévő sajtok eredeti összértéke nagyjából 120-130 millió euró, ha eladnánk, akkor az árfolyamtól függően körülbelül 250 milliót érnének, mondta a Credito Emiliano igazgatója. A sajtok királyaként is emlegetett Parmigiano-Reggiano az Európai Unió földrajzi eredetvédelme alatt áll. Ez azt jelenti, hogy nem csak előállítási folyamatára, hanem származási helyére is szigorú szabályozás vonatkozik. Az eredeti Parmigianot már csak 800 kis tejüzemben készíthetik Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna és Mantova városok környékén.